Ahogy némely belvárosi óra, így az emberek közül sem mindenki állt át az óraátállítás napján. A győri belvárosban vasárnap délelőtt szinte alig lehetett embereket látni. Vasárnap hajnalban 2 órakor 3 órára kellett előreállítani az órát, így megkezdődött a nyári időszámítás. Híradónk kíváncsi volt arra, hogy érik meg az emberek ezt a változást. Én viszonylag könnyen átállok, mert sokat élek külföldön, és az óraeltolódást megszoktam, de jobbnak tartanám, ha nem lenne óra átállítás, és maradnánk nyári időszámításba végig. Én rám nincs hatással egyáltalán, úgyhogy én épp úgy fölébredek abban az időszakban, csak hát ugye rá kell számítani az 1 órát. A kutatások szerint az átállás egyénenként változó, azonban egy egészséges szervezetnél körülbelül 4-14 napot vesz igénybe. Éppen ezért vannak olyanok, akiket ez jobban megvisel. Utálom, nem szeretem. Az emberek a ideges morzsúja, aztán édesem. Én inkább maradjon így, most már végregeztem. Összességében elmondható, hogy az emberek többsége a nyári időszámítás mellett tenné le a voksát, ennek az oka pedig elmondásuk szerint az, hogy hosszabbak a nappalok. Egyébként az Európai Parlament korábban már döntött arról, hogy támogatják az óraátállítás eltörlését, az uniós tagállamok pedig eldönthetik, melyik időszámítást választják.